Mióta várt erre ez a társaság? 18 meccses nyeretlenségi sorozat után érkezett el ide, és nem csak a 3 pont, hanem egy ilyen fölényes győzelem, ezt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat jelent. Igen, hát nem mondanám, hogy eddig ez benne volt a játékunkban, de játszottunk olyan meccset, amit már meg kellett volna nyerni. Ma minden bejött. Tehát szerintem szenzációsan futballoztunk. A Diós Győr otthonába a 4 gólt rúgni, az parádés teljesítmény. Mik voltak azok a legfontosabb összetevők, amik összehozták ezt a mai győzelmet? Hát nagyon jól fociztunk. Tehát mentálisan is benne volt a játékosokba. Kicsit a gól után, második után felszabadultabb lett a játék. Vártuk is ezt egyébként. Azt azért elmondhatom, hogy a srácok fejbe azért készültek minden mérkőzésre. Hála Isten, most kijött, még talán időben van. Köszönöm szépen, hát ezt majd meglátjuk. Gratulálok a győzelemhez, és további sok sikert kívánok. Most pedig érkezik ide mellém Tomislav Šivić. Hát aki nem ehhez van szokva, hogy ilyen vereséget kelljen értékelni, hát mi történt? Hát van nehéz napaik az életben, meg a fociban, meg a karrierában. Ez az egyik legnehezebb biztos. Hát én is szeretném tudni, mi történt. Azért, mert első fél időben nem hasonlított magunkra, és azt gondolom, hogy Paksa mihez mennyi meccs nem nyert, 15-16. 18-at már ma neki minden bement. Szóval egyszerű pont abba beleszaladtunk, hogy akár mit, akár hogy rúgtak a kapura, bement. Nekünk viszont semmi, de hozzáállás se volt, amilyen kell egy profi játékosnak, meg csapatnak lenni. Második fél időben küzdöttünk, hajtottunk, nem, nincs panasz második fél időre, mindenki akar, csak a 0-3 után az egy kicsit nehéz. Viszont első fél idő nem volt jó, nem volt tűz, nem volt azt, amit megbeszéltünk, messze voltunk a játékosoktól, mindig fél óta, ami Paks kihasznált, és még egyszer mondom, mikor már rá gondolkoznak a kapura, már gól volt. Gratulálom neki!